Durva fordulatot vett Brad Pitt és Angelina Jolie válása. A Los Angeles-i rendőrség gyermekbántalmazás miatt nyomozást indított Pitt ellen. Egy forrás szerint azzal vádolják a férfit, a múlt héten magából kikelve üvöltözött és testileg is bántalmazta a gyerekeket a család magánrepülőgépén. Közben a Brad Pitt-tel hírbehozott Marion Cotillard tagadta, hogy viszonya lenne a színésszel. Talán már soha nem tudhatjuk meg a teljes történetet a Pitt Jolie válási história mögött. Erről beszélt egy népszerű amerikai showműsor házigazdája. 12 éve voltak együtt, úgy tűnt házasságuk kiállta az idő próbáját a hollywoodi mérce szerint, de most úgy tűnik, a publikum mégsem tudhatott mindent, és ki tudja, talán soha nem is fog kiderülni, hogyan éltek otthonukban az zárt ajtók mögött, fogalmazott a népszerű celeb műsor vezetője. A világszerte ismert sztárpár válása újabb fordulatot vehet, és már a hatóságok is képbe kerültek. Egyes források állítják, nyomozás indult Brad Pitt ellen, a férfit állítólag a gyerekeik bántalmazásával vádolják. A sajtóban keringő pletykák szerint egy szemtanú tett feljelentést, aki látta, hogy a múlt héten a színész csúnyán berúgott és hisztérikusan viselkedett a család magángépén, állítólag a gyerekeket is testileg bántalmazta. Hírek alapján Angelina Jolie-nál ez volt az utolsó csepp a pohárban, ezt követően költözött külön férjétől, és rá néhány nap alatta be a vállókeresetet.